Rendben, köszöntök mindenkit ennél a kis videónál. Az történt, hogy sikeresen bevásároltam elég durván Legóból, úgyhogy most ezeket szeretném nektek bemutatni, ezeket a kis csomagokat, hogy miket vettem. Ezek mind saját gyűjteménybe kerülnek, és ha minden jól megy, nem sokat fogok kinyitni belőlük. Hát nem is tudom, mivel kezdjem. Szerintem ezzel fogom. Ez egy Lego City popcornos stand, igazából egy ilyen popcorn pattogatott kukorica pattogtató műhelyből áll. Az egész egy ilyen húzható kis kocsi, és ugye az árus mellette, legalábbis én abba bízom, hogy ő az árus lenne. Ja, elég sok minden van benne, elég sok darabból áll. Ez egy olyan set darab, amit én nem szeretnék összerakni. Alapvetően nagyon tetszik, mert mondjuk össze van rakva egy hotdogos stand. Ha váltok, egy fél pillanatot idehozom. Ez is Lego City-s történet. Ez is egy érdekes darabnak mondható. Egy ilyet már összeraktam. Nem tudom, hogy össze fogok rakni egy popcornosat is még. Ha tudok majd több popcornosat szerezni, akkor biztosan. Úgy ugyanolyan a kerekük mindkettőnek. Jó, következő. Hát nem is tudom, hogy menjek. Legyen Nexonites-os. Ebből is vettem egyet. Egy ilyen csataló-szerű történet. És van benne egy minifigura, és ugye egy ló, ami igazából csatába indul. Ja, úgyhogy ez nagyjából igazából ennyi is. Utána jött egy picit régebbi darab. Ez nem is tudom mikorból való. 2011-ben. Ez a Pharaoh's Quest. Hát ilyen Lego line-ból van, Lego sorozat. Szerűség nem filmsorozat, hanem terméksorozatból. Ez egy kis repülő, igazából egy minifigurával, és egy nagyon menő repülős hát fejfedővel. Úgyhogy ja, ez eléggé jól néz ki. Oké. Ez a harmadik. A következő, hát hogy is mutassam. Várjatok, mert rengeteg van. A következő legyen egy pókemberes történet. Ez is ugyanúgy a polybag. Ezeket mostanában nagyon gyűjtöm, mert egyre jobban megugranak az áraik. Úgyhogy most próbáltam ezekből sokat beszerezni, ebben amúgy elég sok is a darab, úgyhogy eléggé jól is néz ki. És főleg az, hogy kapsz elég olcsón egy pókember minifigurát, az azért nem rossz, úgyhogy ezt is beszereztem. Ez amúgy idei. Jó, következőnek nézzük meg a Harry Potterest. Ez a kicsi Harry, még mikor elkezdte ugye sulit. Kapunk egy nagyon szép könyvet, van itt egy üst, meg van itt valami más, az szerintem egy bőrönt lesz, és megkapjuk hozzá Hedwiget is, egy ilyen, hát kalitkában. Úgyhogy ja, eléggé jó cucc ez is. És láthatjuk, itt éppen pont kijön, hogy ez egy nyomtatott, azt hiszem exkluzív is ebbe a set line-ban. Jó, következő, legyen mondjuk Minecraftos, mit szóltok hozzá? Ha, ennél olcsóbban nem lehet Minecraftos szett összekaparni, főleg úgy, hogy ebben van egy TNT, van benne egy Creeper, és van benne egy Steve minifigura, akinek a kezében van egy kőkard is. Úgyhogy ja, most egy ilyet is beszereztem, szerintem eszméletlenül jó cucc, főleg ez a TNT-s történet, főleg ennyi pénzért, azt hiszem valami 1500 forint körül volt, tehát ennél olcsóban nem lehet beszerezni. Jó, folytassuk a történetet. Mit szólnátok Ninja Go-hoz? Abból van 3 darab. Oké. Ez egy új line-ból való, új termék sorozatból. Lloyd új maszkal. És egy elég jó kis gyakorló hát állás, állvány. Amivel ugye Lloyd gyakorol, és
ez, ami még érdekes, hogy igazából nem a minifigurával játszana az ember, hanem egy ilyen kis külső történetet mozgatna. Azzal igazából forgatni tudja Lloydot. Ez is eléggé érdekes, izgalmas történet. Oké. A következő Ninjago, egy kályos sárkány. Igazából ez a Firstborn sárkánynak az ilyen, azt hiszem, miniatűrizált változata. Amúgy ez pont itt van mellettem. Csak nem látszik, csak az arca. Ja, ez egy jó nagy szett, ez nem fér bele a képbe. Ez nincs összerakva, ez már majdnem egy éve megvan. De még nincs összerakva. Úgyhogy ja, most ez is itt van. És még van egy, ami igazából Miához kapcsolódna, csak nem kapunk benne Mia minifigurát. Ez egy Mecha, ennek van egy nagyobb szettje most, ami Mia minifigurában van. És ja, kétféleképpen tudjuk összeépíteni, lehet belőle autó, vagy lehet belőle ez a Mecha. És eléggé sok mindent kapunk hozzá igazából. Oké, folytassuk tovább dolgot. Két dolgot akarok még most, mielőtt beleugrunk a tényleges szettekbe. Szereztem egy ilyen ninjagós, Lloydos podot. Eléggé menő cucc. Van benne kendo szett. Lloyd, ilyen különleges Lloyd minifigurával. Szerintem nagyon menő néz ki, és ugye változtatja. Itt ebből már van amúgy három. Mindjárt ide is hozom. Meg mindjárt mutatok még valami podokkal kapcsolatosan, ha meg lesznek. Itt van. Jó. Na, tehát azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon bejönnek ezek a kis podok. Már megvan ugye kettő. Igazából és ugye most kijött a Lloydos, úgyhogy ezzel a harmadik Ninjago line-ból. Viszont annyira bejönnek ezek a podok, hogy meg kellett vennem egy Nexonite-os podot is, meg kellett vennem még egy Ninjago-s podot, ugye Zane-nek a podját, ez is kendós történet, meg kellett vennem Batman-nek a podját, egy ilyen tuxedo Batman öltönyben, és meg kellett vennem Darth Vadernek a podját is. Úgyhogy, ja, sikerült bevásárolnom mindenből. Ez volt amúgy a legdrágább. Ezt nem tudom, ez nagyon drága, 6000 forint. Ez az egy darab. Na, úgyhogy ja, a podokkal eléggé jól megbarátkoztam. De nézzük a lényeget, amiért igazából én bevásároltam. Ugye most jön ki majd az új LEGO film, és azoknak vannak ilyen promó szettjei, mint például ez. Ez az új karakter lesz a filmben, őt Rexnek hívják. Spoiler, bocsánat. És itt egy új ellenség, akiről igazából olyan sokat nem tudunk. Úgyhogy ez az első. Megvan a kapitány. Ez három félébe lehetne átalakítani, de ezt nem fogom igazából összerakni, nincs sok értelme. Ugye ő igazából csak egy fej, sok az igazából. Ő egy fej, és nincsen teljes minifigura teste, hanem ilyen megépített teste van, ha megnézzük. És háromféle buildet lehet belőle összerakni. Oké. A következő, amit vettem, az Lucy, és egy ilyen dupló figura, ami Legóból van megépítve. Ez is nagyon menő néz ki. Eléggé olcsón lehet ezekhez hozzájutni. 1300 forint körül, 1390 körül van. Ja, és akkor ugye, hoppá, ott pont látszik Lucy-nak a feje. Azt hiszem nem dupla nyomot. Ja, kétlem, hogy dupla nyomot lenne. De lehet, hogy az. Na, úgyhogy van egy Lucy. És persze, ki nem hagynám Emmetnek
az építését, emetnek az építményét. Ugye ilyen mesterépítő emet minifigurával együtt, meg a kis járművel együtt. Ez is három félébe kapcsolható össze. Ja, érdekes kis darab. Úgyhogy ja, van itt bőven már az asztalom. Teljes mértékben fel, meg is van telítve. Jó, és most jöjjenek a tényleges szettek. Tomás a gőzmozdony, gondolom mindenkinek mond valamit. Na, nincsen rajta tényleges Tomás a gőzmozdony licensz, viszont teljesen úgy néz ki, mint Tomás a gőzmozdony. Háromféle építése van, és itt azt írja, hogy ha hármat veszel ebből, akkor ugye mind hármat össze is tudod kötni. Oké. Találjátok ki, hogy hármat vettem-e. 2. És igen, hát ide rakom 3. Képes voltam 3-at venni, nagyon olcsó volt, valami 1400 forint volt darabja. Úgyhogy, ja, ezeket szerintem majd összeépítem, ezek egészen jól néznek ki, egész nagyot lehet belőle összeépíteni. Na, de a következő nagy szett az, hogy is fogom, várjatok. Ray-nek az ilyen figuraépítéses szettje. Nem is tudom. Ő 24 cm magas építmény, amúgy már 2 ilyenem van. Megvan Darth Vadernek a szettje, meg Darth Maulnak a szettje. Mind a kettő össze van építve, szerintem ezt is össze fogom építeni. Ezek nagyon jól néznek ki. Úgyhogy ja, ez valószínűleg össze lesz itthonra építve. Ez 3500 forint volt. Oké. Következő. Még egy Lego filmes szett. Emmet. Hát ez a triciklije. Hát három kerekű biciklinek mondanám, vagy motornak, vagy nem tudom minek. Van itt is egy gonosztevőnk, és egy ilyen töltőállomást is kapunk hozzá. Ja. Igazából eléggé furcsa ez a három kerekes építmény, viszont ez az oktanes töltőállomás, ez nagyon menő néz ki, és meg ugye kapunk egy emet. Emet épít. Mi az emet minifigurát is, és egy ilyen építményt, ami a filmben szerintem duplóként lesz ábrázolva, de még olyan sokat nem tudunk róla. És ugye szét tud esni, hogyha meglőjük. Ha ügyesek vagyunk. Na. És akkor az utolsó darab, és lezárom ezt a videót, az én kedvencem, Benny. Hát csapata, űr osztaga. Ugye itt van Benny, és neki van három társa, azt hiszem valamelyik Larrynek hívják, másik kettőt nem tudom. Az izgalmas benne, hogy ez az első olyan szett, ahol kiadtak rózsaszín űrhajóst. Úgyhogy ez egy elég érdekes cucc, és van egy kis robot is benne. És akkor ja, lehet szállítani őket, itt van Benny, kis űrhajójával, és az 5 minifigura együtt. Na, hát ennek elég érdekes az ára. Eléggé kicsi szett, hogyha megnézzük a mini vonathoz képest, tehát nem sokkal nagyobb. Picit drágának mondanám, viszont az árérték arányban, amit kapunk benne, ahhoz képest pedig olcsó. Tehát az 5, igazából 5 minifigura, ennek darabja lenne. Nem tudom, hogyha rendesen külön vennénk meg olyan 400-500 forint. Viszont itt egybe kapunk 5-öt, plusz még mini buildeket, amikből igazából lehet még egy nagyobbat építeni, csak erről éppen itt ez nem szól, ez a hátul lévő rész. Ez volt nekem 2890 forint, ez az egy darab. És attól tartok, hogy én ebből még venni fogok 5-öt. Legalább. Ugyanis ez egy olyan egyedi szettnek számít, szerintem, aminek az ára csak fölfele fog menni. Nagyon szép a doboz, kicsi a doboz, tehát kezelhetően kicsi a doboz, viszont a tartalma az pedig hatalmas értéket hordoz magában. Úgyhogy, ha vesztek valamilyen legós, az új filmhez tartozó szettet, akkor ne a három kerekűt vegyétek, bár ez is eléggé jó árban elérhető, hanem vegyétek meg ezt. Ennél jobbat nem találtok.
meg mellé a polibegeket. A többi szett az annyira nekem nem jött be. Rexnek van egy űrhajója, amiben vannak ugye dinók, azt hiszem velociraptorok, hát nem tudom, eléggé furcsa. Emmetnek még van egy háza, amit át lehet alakítani egy rakétává, az még egészen jól néz ki. Azt lehet, hogy meg fogom még venni, de most kijöttek az Overwatch-os szettek, abból legalább kettőt be szeretnék szerezni, úgyhogy nem tudom, hogy fogom még kialakítani ezzel a filmmel kapcsolatomat. Ez attól fog függni, hogy egyáltalán tetszik majd a film, de még ugye nem jött ki. Úgyhogy ja, most így az előző, hát nem tudom, két hétben így elég szépen bevásároltam. Ja, ha igazából tetszett ez a fajta videó, akkor iratkozzatok fel, és ja, még próbálok ilyeneket csinálni, mert rengeteg LEGO szettem van, amit még nem raktam föl YouTube-ra, viszont építeni nem nagyon szeretnék. Azért, mert ezeket én saját gyűjtésre szállom, ezeket a szetteket, ezeket a csomagokat. Max ilyen nagyon kivételes esetekben, mint például most is karácsonykor építettünk össze néhány nagyobb szettemet, azokról mutatnék bemutató videót is akár, hogy mi tetszik bennük, mi nem. Nem tudom, döntsétek el a komment szekcióban, hogy mit szeretnétek. Bocsánat, kicsit hosszúra sikeredett, de megpróbálok visszatérni majd lassan-lassan a videózás részéhez, csak le kell futnia még egy vizsgaidőszaknak most. Aztán olyan február közepétől, hát vége felétől megpróbálok majd több tartalmat föltenni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és a következőben találkozunk. Sziasztok!